Orvosa napján tekintsük meg Nóti Károly Sitaholt című bohózatát. Szereplők: Barta Antónia, Vilka Jágnes, Bíró Bianca, Orbán Sándor, Sinka Gergely, Szoljáni Lajos és Varga Péter. Felkészítő tanár: Körösi Tóth Erzsébet. Kellemes szórakozást kívánok! Milyen kapcsolatok van? Vidla, vidla, mam. Izabella az előző tulajdonosnő volt, de szegény már meghalt. Ja,
az én szerencsém. Én életemben egyszer nem látom egy élő Izabellát. Látom egy hirdetést, ami azt mondja, Izabella, kiderült, Izabella, Matilda, igen. Tulajdonképpen kicsoda maga? Én vagyok a Darló. Kicsoda? A Darló, hát a Darló megér. És mivel szolgálhatok? Hogy mivel szolgálhatsz? Itt a levél, két hétre vettem, hogy alapját csak szobára. Jó, úgy hát ön a... Persze, hogy én vagyok. Mivel szolgálhatok? Érdekes. Tudja, kedves Darló, csak holnapra vártam magát. Hát igen, úgy volt, hogy holnap jövök, de ma délre megkaptam a szabadságomat, és gondoltam, mit várjak Pesten. Hajóra ültem, és eljöttem. Nagyon helyes. A Dunán jött? Igen, a Dunán. Hajóval? Miért kegyed azt itt, hogy idáig úsztam? De hát remélem, kedves Darló, jól fogja magát nálunk érezni. Milyen érezni, hogy jól vagyok. És hol fog Kosztolni? Arra is kaptam valami cédulát, de a koszt az nem probléma. Én elhatároztam, hogy azt teszek, amit fogok. Amit fog? Ezt nem értem. Látja, osztom magammal a horgot, kiülök a partra, és horgászom. És amit fogom, azt megeszem. És tegyük fel, nem fog semmit. Osztam csaléteknek 2 kiló paprikás szalonnát. Csaléteknek szalonnát? Hát meg ezt honnan vette? Hát gondoltam, ha nem fog még semmit, megeszem a csalét. Az a lényeg, hogy amíg én itt leszek, halászatban élni, mint egy Nimrod. Ha jól tudom, Nimrod nem halász volt, hanem vadász. Ugyan? Az se rossz, de drága. Hozják puska, iparigazolvány, vadászterület. Nekem speciál pedig 2 szenvedélyem van. A horgászat, na meg a rövid. És horgászok már? Még nem, de ha fogok egy sellőt... Az nem sellő, az süllő. Az nem süllő, kérem, az sellő. Az süllő. A sellő az egy mitológiai lény. Hadonása. Eddig ő, innen hal. Hogyan? Eddig ő, innen hal. Innen hal? Igen. Hát és hogy tud ez a nő megérni? Hát ugyan kérem. Hát mert legalább eddig ő volna. Szóval ha esetleg ön is, kedves férje, römizni szeretne? Hát, mostanság esténként nem igazán tárgyalhatom. A férjem miatt. A férjem miatt? Igen, tudja, néhány nappal ezelőtt, de ez csak a diszkripció mellett. Hát nem tetszik képzelni, hogy én valakinek, de Izabella! Ugye, néhány nappal ezelőtt a férjem rumatikus lett. Mert a kedves férjed? Lunatikus! És ez több könyv, és ez nem egy állás, tudja. És akkor többi könyv szépsz? Micsoda? Ez az izé, hát ez a lunatikusság. De hiszen nem egy állás, hogy lettik a kedves Darlóval, nem értettem a gondolmat. Lunatikus! Aha! Felmászik kérem a háztetőre. A férjem? Igen. A háztetőre? Igen. Cserepes? Dehogy cserepes! Kérni sem? Dehogy! Hát a maga férje nem valami normális és ember. És ott mászkál kérem a háztetőre. Mondja nagysad, maga kedves férje nem volt volt? De igen. Na, alá szolgálja. Hát mit most hová megy? Vissza Pestre. Hát most nem is megy Pest felé hajó. Akkor megyek gyalog. Én egy lunatikussal egy házban nem fogok aludni. Én kedves férje képes bejönni a szobámba, és még nem is szólhatok hozzám, mert hát nyilván egy holtorvosot nem szabad beszélni. Én nem tartóztatom fel magát. Maga mehet Isten hírében, de nem gondolja, hogy kedves férjemet maga miatt fogom kidobni. Én nem mondtam azt, hogy dobja ki, de egy holtorvossal egy lakásban nem alszom. Hát akkor ne aludjon. Na, alá szolgálja. Itt a kisasszony, hát maga mit keres itt? Itt nem mondja. Tényleg? Én is. Nem azért, de mikor annak idején belibegett hozzánk az irodába, hányszor gondoltam, hogy te tartod, ha te egyszer ezzel a lányjal egy-két hétre elmehetnél nyaralni. Megmutathatnál meg, hogy te ki vagy. Hogy te hogy is tudsz a nőkkel bánni? Hát, kedves vagyok, most megmutatok. Szóval maga itt fognak? Dehogy fog itt lakni! Amikor megmondtam neki, hogy mi történt szegény férjemmel, megijedt és el akart menni. Darló úr, maga megijedt? Én nem ijedtem meg, csak nem fogok
félnék ilyen valamitől. Maga meg ilyen kis fasz! Nem fasz kérem, nem ijedtem meg, és kész! Szóval maga itt fogadni? Hát kérem. Darló úr, a kedvemért remélem marad. Csak sose maradjon! Csak sose maradjon! Most azért sem megyek el! Nem tetszik ki az, hogy félek egy ilyen izétől. Tetszik, fasz. Egyszer megyek el nyaralni. Hát akkor legyen a valamiát a szobájába, és jöjjön le velem a kertben. Meglátja, milyen gyönyörűen sütahol. Igen, sütahol. Ez az alak a kocsütéstől fog bejönni a szobámba. De ha bejön, én eltörök rajta ezt a rudat. Megmondtam, hogy nagyon fontot adjon. Hát miért? Hiszen a rud épp elég vastag. Egy hal? Hát de egy holdkóroshoz? Hát de ki számított erre? Egyszer, megyek el nyaralni. Micsoda gyáva fráter! Félni egy szegény beteg embertől. Hát rúg az én uram, hát harap az én uram. Se nem rúg, se nem harap az én uram. Múltkor tetszett panaszkodni, hogy kegyedet magukra. Az más, akkor egészséges volt. Tulajdonképpen kicsoda ez az ember. Egy takarmány vállalatnál. És hogy tűnnek meg egy ilyen embert egy takarmány vállalatnál? Miért? Hát, amilyen állat megeszi az egész raktárat. Hát biztosan az orvos lesz, tűnjük gyorsan. Csak hogy legyen, doktor úr. Hát kérem, én alig tudtam megtalálni ezt a villát. Na tessék csak mondani, mi van az ön kedves férjével? Tudja, néhány nappal ezelőtt észrevettem, hogy a férjem éjszakánként kikel az ágyból, és gondoltam magamba, megnézem, hová megy. És hova ment a páciens? A páciens felkelt az ágyból, végig sétált a folyosón, és megállt az ablak előtt. A páciens? Igen. Aztán éppen a nyakon akartam ütni, amikor észrevettem, hogy felmászik. Kérem a háztetőre. A páciens? Igen. Hát kérem, ez tipikus. Ez tipikus. Mennyire van a kedves páciens? 40. És gyenge vagy erős? Hát ez tipikus, kérem. Minden esetre meg fogom vizsgálni. Rendben, most talszik, de akkor megyek és felkeltem. És nem mes, hát ha felkelt, én nem tudom megvizsgálni. Muszáj rendben lennie, hogy én megvizsgáljam. Tessék csak mondani, ezen a szobán keresztül nem? Igen. Igen, igen. Akkor jó, megvizsgálom. Hagyjon magamra. De doktor úr, annyit szeretném... Hagyjon magamra, kérem! Kérem, kérem, hát micsoda emberek ezek! Na, majd egy kicsit a gerbe. Ó, sét! Érdekes egy eset. Roppant egy érdekes eset. Hozzám meg, Juni, eltöröm rajta ezt a fotót! Hát ez jó rész. Tiszta lunatikus. Bántja a szemét a hold. Csak tudnám, hogy minek neki az a hold. Ez egy táncmester. Csak tudnám, hogy minek neki az a horog. Mit kerülget ez itt engem? Mars a tetőre! Oda, oda! Hát, én nem maradok, engem vágítta. Hát ez tipikus. Ez egy újfajta szimptoma. Hát, én ezt fel fogom ízeszteni. Hey! Hogy elúszhat valaki ilyen? Ez bevett valamit. Különben is mit stopálom magam. Menjen a tetőre és törje ki a nyakát. De tudnám, mi a fenének neki az a dolog? Hát kérem, alássa, ez egy újfajta dolog a kedves férjére. Meglátta, doktor úr? Igen, az előbb vizsgáltam itt meg. Mondja, gyógyítható! Kérem, itt valamilyen atavisztikus dolog bújkál a háttérben. Tessék csak mondani, nem volt valaki az egység között halász? De igen, az egyik nagybátyja halász volt. Aha. És tessék csak mondani, neki az apja is halász volt? De igen, de mit akar ez a halászattal? Tessék csak kijönni, megmutatom. Megvizsgáljuk, ha a páciens felmászik, kérem a tetőre. Nem örököd semmit. Hát kérem, ne tessék már engem tanítani, tessék inkább kijönni vele. Micsoda emberek! Hát,
este? De meg nem mondja a feleségére. Ugyan. Nézzet aló, a kertben már egy kicsit hűvös van. De majd később, ha háziasszonyék megfűznek, jöjjön be hozzám a szobába. Majd egy kicsit elrak is kurálni. Bejön? Hogy ne mennék? De csak diskurálni. Hát mert miért maga? Mire gondolsz? Úgy értem, nehogy valami különös reményeket tartalmaz. Remények? Hát én remében is veszélyes is vagyok. Hát de azért... Néha bejön a Joker? Hát itt leszem, hogy segítél a Jokerre, a viszont látnám. Ez egy csomagoló. Jó, Maci, búcs! A borog már nincs nála. Hal. Halász nagybácsi. Az viszont nekem maradtam, mert úgy képen nyomom, hogy kiesik a szemem. Hát úgy látszik, már rendben van. Hány ujjamat mutatom? Tudod, itt nekem elígyen és törje ki a nyakát. Hal. Bocska. Csuka. Kátszol nekem barátom, meg úgy fejem vágom, hogy szét vagy a feje. Hát kérem szépen pártomat, hát ezt én nem külök, hát én úgy itt hagyom magukat, hogy az csak na. Na majd adok én neked, bemászni egy szegény nőhöz az ablakon, mikor az ajtón is be lehetne menni. Sétálgatok. Van adott neki az előbb a doktor? Én nem látom sem fél napot. Ki ez? A férje. A férje? Én is sétoltam a doktor. Semmi sem lesz fejlődre. Megövök, hogy nem fejlődre. Ilyen ezek sokszor van. Megövök, hogy nem fejlődre. Mit szól hozzá? Elhagyom ragadtatva. Sokkal jobban csinálja, mint a másik. Tényleg más? Akarom mondani, hogy egyszer láttam egyedel, hogy jön az ide? Énekel, táncol, de ezt csinál? Ez tökéletes. Minden esetre én megyek, nehogy beessen szegény a háztetőre. Szívem, szívem! Mi az, hol vagyok? Szívem, hát itt vagy! Van magad az ember! Na jó, itt szokát! Hát maga hová megy? Még felébredek. Az óvatosság nem állt, hát este neked is van feleségem. Sok sikert kívánok a sorvezetőt, sor is látom.